Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves lakóinkat, munkatársaimat, és külön tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent Besztercei András Esperes urat, intézményünk lelkészét, mert hogy a mai nap, a nőnap alkalmából köszöntjük kedves lakóinkat és dolgozóinkat. Az igei köszöntésre felkérem nagy tiszteletű Besztercei András Esperes urat. Kedves hölgyek, nem csak én mondom ezt, hanem azok a férfiak, akik itt vannak még ebben a helyiségben. Isten igéje úgy gondolom, hogy a legjobb alapot adja annak, hogy nőnap alkalmával köszöntsük a hölgyeket, és először hadd olvassak a példabeszédek könyvéből, a 31. részből egy igeszakaszt. Így szól hozzánk. Derékasszonyt kicsoda találhat. Értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkája urának, nem kárát. Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével, hasonló a kereskedő hajóhoz, távolból is hoz eledelt. Föl kell még éjjel, ételt ad háza népének, és rendelkezést szolgálóinak. Haza szándéka mezőt vásárol. Keze munkájával szőlőt telepít, megkeményíti derekát, megfeszíti karjait, érzi, milyen hasznos tevékenysége, éjjel sem alszik el mécsese. Ügyesen kezeli a rokkát, tenyerében tartja az orsót. Tenyerét megnyitja a nincstelen előtt, kezét nyújtja a szegénynek, nem félti háza népét, a hóeséskor sem, mert egész házanépa meleg ruhába öltözött. Színes szőtteseket készít magának, lemvászon és bíbor az öldözete. Férjét jól ismerik a városkapukban, ahol az ország véneivel ül együtt. Finom inget készít és eladja, övet is ad el a kalmárnak. Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé. Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít. Ügyel házanépe dolgaira, nem kenyer a semmittevés. Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig így dicséri. Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket. Csalók a báj, és mulandó a szépség, de az urat félő asszony dicséretre méltó. Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen. Valakiben megfogalmazódhat természetesen ez a gondolat, e sok dicsérő ige után valamelyik nőtestvérünkben, hogy ó, hát én már nem tudok ilyen lenni. Én már nem tudok megfelelni ezeknek az elvárásoknak, de Isten hadd bátorítsa ennek az idősek otthonnak a lakóit, már idősebb lakóit, hogy igenis minden nőtestvérünk élete végéig hasznára válhat a környezetének. Természetesen nem bezélve az otthonban dolgozókról, akik még erőtől duzzadóak, fiatalok, és úgy nézhetünk rájuk, mint akik segítik
tudják segíteni a gyengébbeket. Tehát itt akárki van ebben a teremben, fiatal vagy idős, mindenki úgy Isten teremtménye, és úgy van megáldva, hogy tud áldássá válni környezete számára. Éppen ezért nekünk férfiaknak nagyon fel van adva a lecke, és nagyon fontos, hogy ennyi dicsérő szó után megvalósuljon bennünk az az indulat, ami Péter első levelében olvasható a harmadik részben, ti férfiak is. Megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg neki a tiszteletet, mint örökös társaknak is az élet kegyelmében, hogy imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Csak szerény jelét adjuk ennek a tiszteletnek azzal, hogy egy-egy szál virágot most átadunk az itt levő hölgyeknek, fogadják szeretettel. Hát kedves nőtestvérek, örültünk, hogy ennyit adhattunk, de szál rózsa mögött tudják ott a mi szeretetünket, megértésünket, megbecsülésünket, és az adjon a hölgyeknek erőt a további szolgálathoz, a további életükhöz. Áldás békességet! Áldás békességet!